A holdjáró pulit szerelték össze a leghamarabb. A rovert egy önkéntesekből álló magyar csapat tervezte, egy nemzetközi versenyre akarnak nevezni bele. Ezek aztán már a Marson is teljesítenek, ugyanezek a maximumok. Készítői a Holdra szeretnék eljutatni. Most a planetárium lépcsői mutatták be, hogyan közlekedik. A mi roverünk az alkalmas lesz arra, hogy akármilyen talajvizsgáló egyéb műszereket rátelepítsünk, amit a megfelelő helyre ő el tud vinni, és innen tudjuk irányítani a tevékenységet. Ez egy világ. Ez már egy másik helyszín. A beszélő robot otthon a szülőket is képes helyettesíteni. Beszélget a gyerekekkel, vagy ha betegek, gyógyszerek bevételére ösztönzi őket. Most először látható Magyarországon az a világújdonság is, amely kábelek helyett az emberi testen keresztül továbbít információkat egy okostelefon segítségével. Kétféle funkciót valósítottunk meg ebben a demóban. Az egyik, amikor a telefonon lévő képet viszem át érintéssel a monitorra, a másik pedig, amikor a telefonon lévő zenét viszem át a testemen keresztül az erősítőbe, és megszólal a hang. Szombathelyen az egyetemen érdekes kísérleteket mutatnak be a gyerekeknek. Minden évben visszajövünk ide, és nagyon jó tartom a gyerekeknek, és még piciknek is. A szervezők célja, hogy kedvet csináljanak a kutatói pályához. És előbb-utóbb ezekből a kis diákokból, gyerekekből potenciális hallgatók lehetnek, és hát ha így már valahogyan kapcsolódnak ehhez az intézményhez, akkor mindenképpen ez a későbbiekben az intézmény számára is biztos, hogy pozitív. A kutatók éjszakáján 60 magyarországi helyszínen több száz programmal várták a közönséget. A kíváncsiak egészen hajnalig válogathattak a bemutatók, kísérletek, előadások között. Ez egy csillag.